Elsőként a Düsseldorf-Berlin járat érkezett meg a Sármelléki reptérre. Ezzel a géppel hivatalosan is elindult a nagygépes szezon a Zalai légi kikötőben. Még mindig a német utasok a legmeghatározóbb vendégek a környező fürdővárosukban. Hosszú tartózkodásukkal jelentősen növelik a vendég éjszakák számát. Ez a férfi is 14 napot tölt el Hévízen, azt mondja, egy fürdőkúrán fog részt venni. A zalai reptér forgalmának nagy részét a német járatok teszik ki. Szombaton összesen 76 fő érkezett Sármellékre. A másodjára landolt frankfurti járat utasait a Lufthansa szállította. Egy hét múlva pedig elindul a hamburgi, majd a Dresda-Lipcse-Erfurt járat is. Németországból a vendégészakák száma az egyik legmeghatározóbb, és a repülős összeköttetés a német városokkal kulcsfontosságú. Nem csak Hévíz, de tágabb értelemben Zala megye és a Balaton nyugati medence szempontjából is. Ezek a repülős vendégek, akik érkeznek a reptérre, más közlekedési eszközzel nem jönnének el gyógyulni és pihenni Magyarországra, ezért az a közel 70 ezer vendégészaka, amit mondjuk egy német charterlánc képes generálni itt a régióban, rendkívül nagy jelentőséggel bír. A német vendégek után újra cseh utasok is érkeznek Sármellékre, köszönhetően annak, hogy újraindítja a Cseh Airlines a Prága és a Hévíz-Balaton Airport között közlekedő közvetlen járatát. Április 22-től október végéig hetente repülnek majd a gépek. A 2015-ös 22.000 után tavaly 23.500 utas fordult meg Sármelléken, és az idén is ezt a számot szeretnék tartani. 2017-ben elsősorban a meglévő piacokra koncentrálnak a hévízi önkormányzat által működtetett reptéren. Ugyanis a repülőtér előtt vannak olyan infrastrukturális fejlesztések, amik érintenék egy nagyobb forgalom esetén a korlátozásokat lennénk kénytelenek bevezetni, így viszont nyugodtan fogjuk tudni elvégezni ezeket a fejlesztési feladatokat, úgyhogy az idei évben a meglévő forgalmunkat igyekszünk erősíteni, illetve értelemszerűen megkezdtük már a jövő évre az egyeztetéseket, hogy jövő évtől egy reményeink szerint ugrásszerű forgalom növekedéssel számolhassunk. A repteret üzemeltető hévízi önkormányzat első embere Pap Gábor korábban az MT-nek azt nyilatkozta, egyelőre nem eldöntött, hogy lesznek-e idén is oroszországi járatok Sármellékre. Az orosz vendégek száma ugyanis tovább emelkedik Hévízen, látszik tehát az igény, de Budapest és Bécs repülőterére is sűrítették a moszkvai járatokat, ami viszont bizonytalanná tette idén a Sármelléki járatindítást.